Tápanyagszolgáltatásról, trágyázásról beszélgetnek a ridenses diákok, majd saját iskolájuk kertjét gondozzák. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény elnyerhette az örökös ökoiskola címet. Az ökoiskolai program 2005-ben indult. Ökoiskolát címet el lehet nyerni elsőként, és majd lehet, aki többször elnyerte, örökös ökoiskolai címet is kapni. Idén nagyon nagy számban jelentkeztek az iskolák. A korábban megszokotthoz képest 5-6-szoros volt a jelentkezés, és ennek nyomán ma azt tudjuk mondani, hogy 2016. februárjában 900 ökoiskola van Magyarországon. Ezek közül örökös ökoiskola 300, és 560 körül van azoknak az iskoláknak száma, akik most vártak ökoiskolává. A nyíregyházi Ridenc iskolában évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, a diákközösség többek között komposztál és saját készítésű madáretetőket helyez ki az udvaron, valamint szelektíven gyűjti a szemetet. Igyekszünk takarékoskodni minden egyes alapanyaggal, tehát az ünnepeket is úgy próbáljuk dekorálni, meg megszervezni, hogy újra hasznosítjuk ezeket. A Farsagon például divatbemutató volt, hulladékból. Tehát minden évben kapcsolódunk valamilyen tevékenységgel. Nagyon szoros kapcsolat a zöldkerékkel, rendszeres az kerékpáriskola például, a kerékpársuli rendszeres táboroztatást is szerveznek számunkra nyáron, ilyen ökológiai jellegű. A 2015-ös ökoiskolai pályázatnak 8 megyei nyertese lett, közülük 3 oktatási intézmény örökös ökoiskolai címet kapott. Tavaly újdonságként pedig elindították a zöld óvodai pályázatot is, hogy már a kisebbek életében is fontos legyen a környezeti nevelés.